Most a reggeli rutinom egy részét láthatod, még félkómában szertartásosan kávét csinálok magamnak, hogy elinduljon valahogy a nap, és időnként még hidegzónyt is szoktam venni, hogy adjon egy extra löketet. Egy dolgot nem fogsz olyan látni soha a reggeli rutinba, az pedig nem más, a telefonozás. Én arra jöttem rá itt szabadúszó létem során, nyilván sok időm volt gondolkodni, szóval arra jöttem rá, hogy mentálisan kevés károsabb dolog van, mint a reggeli első órádat arra pazarolni, hogy mások dolgaival, mások üzeneteivel, értesítésekkel és figyelmed megzavarásával töltöd. A reggel első két órája, főleg, hogyha korán kelsz, akkor mindenképp mentálisan az egyik legfontosabb időszak. Illetve a reggel délötti órákban tudsz leghatékonyabban munkát végezni, ami azt jelenti, hogy bármilyen zavaró tényező, ami eltereli a figyelmedet, jelentősen csökkenti a produktivitásodat, beszélve arról, hogy mennyire pozitív és mennyire törődsz önmagaddal, amikor adsz magadnak fél-egy órát a reggeledből, hogy tényleg még a jóisten se zavarjon téged meg, és a saját dolgaiddal, a saját gondolataiddal, vagy a saját feladataiddal felkészüléssel törzsd ezt az első egy órát. Az új szokások kialakítása korán sem egyszerű, és én is évek óta küzdök rosszak elhagyásával és újak beépítésével, és azt mondják, hogy 66 nap kell ahhoz, hogy egy új szokás az életed részévé váljon. Hát szerintem ennél sokkal több, de attól is függ, hogy milyen szokás beépítéséről vagy elhagyásáról van szó. És ez a szokás, amiről itt szó van, amit én itt évek óta beszeretnék építeni az életembe, az nem más, mint hogy a kijelző időmet egy óra alatt tartsam. A mai napig küzdök vele, nehogy azt higgyétek, hogy ez annyira sikerül, de ha már egy-másfél óra, illetve két óra alatt van, akkor azon a napon határozottan jobbnak érzem a mentális egészségemet, produktivitásom is kétszer-háromszor jobb. Ez egy olyan dolog, amit szívből ajánlok neked is, hogy próbáld meg behozni az életedbe. Mert hogy bár a legtöbben tudjuk, hogy a telefonunk nyomkodás és a 20 social lap görgetése mentálisan káros, mégsem realizáljuk annyira, amikor csináljuk, és úgy vagyunk vele, hogy mit árthat egy kis pihenés munka közben. De ezzel szemben az igazság az az, hogy kétszeresére, illetve háromszorosára képes csökkenteni a produktivitásodat. A sok dopamin miatt, amit kivált, még rossz kedved is lesz tőle, mellett, hogy defokuszált vagy egész nap. Na, és közben megérkeztünk, emiatt a köd miatt jöttem ki. Kicsit fotózzak. A legfontosabb nulladék lépés, amit megtehetsz jövőbeli sikereidért, az az, hogy beállítasz a telefonodnál, iPhone-on van ilyen, de szerintem Androidon is, beállítasz a főkijelzőre egy kijelzőidőmérőt, ami folyamatosan méri neked, hogy hány percnél tartasz a kijelzőidő fogyasztásánál, és miután ezt megtetted, elkezded erőteljesen csökkenteni a telefonon töltött idődet. Az első pár nap után érezni fogod a javulást a mentális egészségedben és a fókuszáltságodban, és ez sokadik, századik, x-edik nap után meg nyilván hatványozódik. Lesz egy inger, amivel kisütöd az agyadat, és egyfajta megkönnyebbülést fogsz érezni. Mindenkinek magának kell eljutni arra a pontra, ahol realizálja és felismeri a problémát, a figyelmet széttördelése, az óránkénti 10 perc tiktakodás és insta görgetés kurvára nem tesz jót a mentális egészségnek. Ezt mindenkinek magának kell észrevennie. Hogyha már egy embernek egy olyan tanácsot adtam, amit megfontol, vagy esetleg néhány napig kipróbál, akkor az én videóm már célba ért. És higgyétek el, én tisztában vagyok vele, hogy még nagyon kicsi az elérésem ahhoz, hogy itt ilyen prédikációt tartsak. És tisztában vagyok vele, hogy aki meg is fogja nézni a videót, annak is a 90%-a nem fog gyakorlati lépéseket tenni az érdekében, hogy beépítse ezt a rendkívül jó és hasznos szokást. Ezt nézzétek! Ez a videó ez körülbelül ennyi lett volna. Én Martin voltam, aki tudott, és köszi, hogy benéztél. Ha a képekre vagy kíváncsi, akkor pedig keresd meg Instán. Szerintem elég jók lesznek, mert innentől kezdve csak fotózni szeretnék. És annak, aki pedig megfogadja a tanácsomat, annak hajrá és kitartást. Kurva nehéz lesz, azt most mondom. Na pá!